1997 óta november 12-e a szociális munkanapja. Karcagon ekkortól ismerik el a szociális ágazatban dolgozók áldozatos, ugyanakkor alig-alig megbecsült munkáját. Idén már nem augusztus 20-án, hanem a szociális munkanapján adják át a Karcagváros szociális szolgálatáért díjat. Mai napon tehát azokat az embereket köszöntjük, akik az emberiséggel szinte egyidős hivatást teljesítenek, vagyis embertársaikat segítik. A szociális ágazat dolgozói áldozatos munkájukkal elkísérik az embereket a bölcsőtől a sírig, gondoskodnak az elesettekről, a gyermekekről, az idősekről, segítik a szegényeket, a fogyatékkal élőket és a hajléktalanokat. Tudjuk, hogy nehéz hivatás a szociális munka, mert nem csak sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést is. Az ezt a hivatást választók számára nincs hétvége, nincs ünnepnap, hiszen gondozottjaik az év 365 napjának mind a 24 órájában számítanak rájuk. A szociális munkásnak tehát nem lehet rossz napja, hiszen tőle mindig segítséget kérnek és várnak, és mindezt mosolyogva kell tennie. A szociális ágazatban tehát azok dolgoznak, akik másokat gondoznak, másokról gondoskodnak. Elhivatottságukat mutatja, hogy sokszor saját egyéni gondjaikat is félretéve mindig szeretettel fordulnak gondozottjaik felé, miközben önmagukból is adnak egy darabot, néha a szívükből, néha a lelkükből. Tisztelt ünneplő közösség! A mai rendezvényen tehát önöket, a szociális munkásokat, a szociális területen dolgozókat ünnepeljük. Mert ez a nap ünnepnap. Az önök napja, akik életre keltik és életben tartják nap mint nap és szünet nélkül a szociális intézményeket és szervezeteket, önök azok, akik az emberi méltóságot tiszteletben tartva megadják mindenkinek a megadható legtöbb segítséget. Önök azért dolgoznak, hogy a leggyengébb, legkiszolgáltatottabb emberek ne váljanak áldozattá, hogy könnyebbek lehessenek valamelyest a mindennapjaik. Mert ez a hivatásuk, sok esetben ez a küldetésük. És ez sokkal több annál, mint hogy azt mondanám, hogy ez a munkájuk. Kizárólag munkaként tekinteni erre nem lehet. Ez egy életforma. Nehéz és szép egyszerre. Nehéz, mert képesnek kell lenniük akár a saját gondjaik elébe helyezni mások gondjait, képesnek kell lenniük megérteni, elfogadni, felelősséggel viseltetni másokért. Azok számára, akiknek a világ egy szobára vagy egy lakásra szűkül, önök jelentenek mindent. Gondoskodásukkal, törődésükkel, szeretetteljes odafordulásukkal ismét kinyitnak számukra egy világot, és mi ezért nem lehetünk elég hálásak. Az idei ünnepségen 5 szociális munkás, illetve intézmény részesült a Karcagváros Szociális Szolgálatáért díjában. Ökrösné Sári Anita, a Karcagi Kátai Gábor Kórház szociális szervezője, Törőcsik Lajos Zoltánné, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, Szociális Szolgáltató Központ, Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának terápiás munkatársa, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, Idősek Otthona és Házi Orvosi Intézmény, Horváth Ferenc utca egy szám alatt működő főzőkonyha élelmezési csoportja, Magyar Andrea élelmezésvezető, Ábrahám Ildikó főszakács, Nagy Nóra, Bérez Zoltán és Varga János Szabolcs szakácsok, Bajusz Józsefné, Dobrai Ferenc, Horváth Józsefné, Kocsis Sándorné, Kóródi Szilvia, Molnár Lajosné, Szatmári Erzsébet és Szikszai Sándor Mihályné konyhai kisegítők, Janó Mária, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi Orvosi Intézmény terápiás munkatársa, Szűcs Imréné, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsődei Intézményének konyhalánya.